A II. Világháborúban elpusztult régi Erzsébet híd helyett 1964-ben átadták a forgalomnak az új Erzsébet hidat, mely az év nagy eseménye volt. Korszerű, modern kötélszerkezet tartja a kiszélesített hídpályát. Korszerű igényeknek megfelelően mindkét oldali hídfőn keresztezésmentes felhaladást biztosítanak a járművek számára. A megoldás kivitelezése különösen a budai oldalon okozott jelentős munkákat. Az Erzsébet híd megnyitásával több viszonylatunk útvonala megváltozott, és jelentős menetidőcsökkenések következtek be. Járműfejlesztési szempontból is jelentős eredmények születtek. Az utolsó 10 év leforgása alatt évről évre gyarapodott a forgalomba állított, nagy befogadó képességű, gyors és kényelmes motorkocsik száma. A fővárosi villamos vasút főműhelye házilag állította elő a csuklósítási program keretében a kedvező tulajdonságokkal rendelkező nagy befogadó képességű csuklós szerelvényeket, amelyek ma már nélkülözhetetlen kellékei a korszerű közlekedésnek és városképnek egyaránt. Sem kíván lemaradni. Jelenleg próbaképpen két darab úgynevezett ipari csuklós fut vonalainkon, melyek minden igényt kielégítenek és próba idejük leteltével sorozatgyártásban előállítva, tökéletes kivitelben, modern formájukkal versenyképes ellenfelei lehetnek bármely fejlett ország hasonló kocsi típusának. Napjaink legjelentősebb fővárosi közlekedés fejlesztési munkája a Körút-Rákóczi út keresztezésében létesítendő gyalogos aluljáró és föld alatti vasúti lejáró építése. A munkálatok alatt a zavartalan villamosforgalom biztosítása érdekében különleges kivitelezési eljárásokra van szükség. E létesítmény nem csak a balesetmentes közlekedést van hivatva szolgálni, hanem forgalomba állításával meggyorsul a közúti közlekedés is. Száz év telt el. Száz év alatt Budapest közlekedése világvárosi méretűvé nőtt. De az idő nem áll meg. A fejlődés újabb feladatok elé állítja a közlekedési szakembereket. Korunk közlekedési problémáinak megoldása a jelenkor generációjának feladatává vált.